A szezonnyitó mérkőzés 37. percében került hátrányba a haladás, ekkor gazdag átadását követően Danilo vette be a kaput. Szerencsére nagyon hamar összejött az egyenlítés. Tiskén egy 8 méteres fejessel alakította egy-egyre az eredményt az első félidő utolsó pillanataiban. Térfélcserét követően a Honvéd támadott, és a 67. percben Kámber találatával ismét előnyhöz is jutott. Lukács gólja pedig már a 3-1-es vezetést jelentette a házigazdák számára. Fonsu ugyan a végjátékban még szépített, de a haladás itt sem tudta elkerülni a 3-2-es vereséget. Ráadásul Tiskén kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a derbit. A Honvéd többet birtokolta a labdát, a lehetőségek azonban előttünk adottak, ezekkel nem tudtunk élni. A hazaiak viszont kihasználták a mi hibáinkat, és gólokat szereztek. Háromszor is betaláltak, innen mi már nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe. A Budapest Honvéd csapata hétközben nemzetközi kupameccset játszott, melyen remekelve 4-0-ra verte a macedon Rabotnyicski együttesét. Ezzel ki is harcolták a fővárosiak a továbbjutást. Csukka Attila együttesének sikerült átmentenie jó formáját a haladás elleni meccsre is. Ezt is mondtam, mert az öltözőben, hogy bizonyítsuk be azt, hogy nem volt véletlen a szerdai, vagy pontosabban a keddi mérkőzés a Rabotnyicski ellen. A mai napon ugyanazok a játékosok ugyanúgy megtettek mindent, és helyenként jó futballal eredményesek tudtunk lenni. A bajnokság második fordulójában a haladás csapata az Újpest gárdáját fogadja majd a Rohonczi úti stadionban. A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésről minden bizonnyal eltiltás miatt hiányozni fog a Honvéd elleni meccsen kiállított Tiskén Tamás.